Az elsődleges adatok alapján azt tudom mondani önöknek, hogy egy szörnyű tragédia történt. Ezt nem akartam elhinni. A környékben a lakók tettek bejelentést arról, hogy nem nagyon látnak mozgást a ház körül. Két rendőr kollégám érkezett a helyszínre, ők nem tudtak bejutni az épületbe, ezért betörték az ajtót. Amikor beléptek, egy szörnyű látvány tárult eléjük. Összesen 4 halott szemét fedeztek fel a lakásban. Egy férfit, egy nőt, egyikük a férfi, az 28 éves, a hölgy 27 éves, és 2 gyermekkorú szemét, mindannyian életüket vesztették. A gyerekek csodálosak voltak, jöttek, köszöntek. A gyerekek 9 és 10 évesek, fiúk. Minden éven van valami ilyes hasonló eset, de ez azért egy kicsit durva volt. Mondta, hogy etanelmi hozzákém tojás, hogy mondom, hozok párszorok a lányom, miért ne hoznék. Azt mondja, megyünk el, ha nem lesz kaja, akkor agyonver. Hát mondom, miért félsz adni a tőle? Akkor még a sodrófát vágják, akartak rá a pálya, egyből törjön el a pálya. Tehát, hogy az élettársa verte ezek szerint? Persze, még a 2 kis gyereket is. Nem első eset, hogy ilyenek történik itt Ácson. Az Ácson mindig is volt ilyen minden évben. Nyugodt település, nyugodtan lehet itt élni, hogy van egy-két ilyen kivétel, ez mindenhol előfordul. Sajnos abban a házban már volt egy öngyilkosság. Utána adták a házat, mert a pali mindig visszatért, állítólag azért adták a régi lakók a házat. Szerencsétlen ház.